Sziasztok, Simonfai Balázs vagyok. Sörfőző, sörkóstolókat tartok, házi sörfőző tanfolyamokat, szóval sok szempontból kapcsolom a sörhöz. És egy vallomással kezdeném, általában sörkóstolót tartok, akkor egy ilyen tök új közönség van mindig, és bizonyára többen hallottam engem beszélni. Megkérdezném, ki az, aki hallotta már előadásomat közületek? Jó, hát igen, ez egy ilyen tekintélyes tömeg. Lesz ismétlés, sajnos muszáj egy vegyes a közönséget picikét belemenni mindenbe, ami már korábban is elhangzott. Első sör, ami mindenkinél ott van, az a First sörfőzdének a Blueberry Belgian Wheat bírje. A Blueberry talán az a legkevesebb magyarázni való a történetben. Egy gyümölcsös sörről beszélünk, ugye? Ez adja meg a színét is ennek az egésznek. A gyümölcs van a sörben, hogy jóféleképpen lehet gyümölcsöt beletenni a sörbe. A gyümölcs van a sörben, pláne, hogy ki van emelve a nevében, akkor egyértelműen ugye erre számítunk illatban. Ha beleszagoltok ebbe, akkor talán ezt sem kell nagyon magyarázni. Ugye egyértelműen ez ugrik belőle elő. A gyümölcsös íz, az most itt pipa, vagy illat ebben pipa. A másik az a wheat beer, tehát a Belgian wheat beer kategória. A wheat beer, vagy fehér sör, ez mindig a búzasört jelöli. Búzasörről pedig akkor beszélünk, hogyha egyrésztről van a sörben búzamaláta, ez talán nem olyan megdöbbentő. A másik pedig az az, hogy minden búzasörben van árpamaláta is. Egyébként gyakran azt gondolják az emberek, hogy a búzasörben csak búzamaláta van. Árpára minden esetben szükség van. A sörfőzés során a gabonában lévő keményítőt alakítjuk át lebontható cukrokká. Ehhez pedig mindenféle enzim áll a segítségünkre. Ezek az enzimek benne vannak egyébként a gabonában, ezt nem külön öntjük bele egy kannából. És a búzában egyrészt nincsen elég enzim ahhoz, hogy a folyamat viszonylag gyorsan végbe mehessen, másrésztről pedig roppant nehéz megszűrni a búza malátát, ezért van mellette mindig árpa is. Egy búzás sör lehetne hivatalosabb verziója ennek, de maradjunk a búzánál. És ennek van számtalan alfajtája. A két leghíresebb az a belga búza, illetve a német búza, a bajor búza egészen pontosan. A kettő között az a nagy különbség, hogy a belga búzák jellemzően testesebbek, kevésbé szárazak, és szinte minden esetben társul melléjük valamilyen egyéb fűszer. De legjellemzőbb a koriander, meg a narancshéj, tuti ismertek egy csomóan hasonló belga búzasöröket, amelyek ezek szerepelnek. A bajor búzánál lemondanak a fűszerezésről, ugye a bajor gazdasági törvény eleve megtiltotta egy csomó évig azt, hogy használjanak ilyesmit. Kettő között a marginális különbség. A másik pedig az az, hogy a rengeteg élesztőből lehet válogatni a sör főzésénél, mindegyik élesztő törzsnek megvannak a saját mellékterméke. Az élesztő az nem csak egy ilyen neutrális alapanyag, ami belekerül a sörbe, és akkor úgy muszáj, hogy beletegyük, legyen benne alkohol, hanem melléktermékei miatt nem mindegy az, hogy melyik sörünkhöz milyet választunk. Egyébként maga az élesztő nem túl finom, hogyha nagyon, a sör nagyon zavaros, akkor ez egy ilyen kesernyi és erősen fűszeres sztori. Nem azt szeretjük benne, hanem azokat a melléktermékeket, amik a búza esetében főleg észterek és fenolok. Nagyon sokféle észter van, nagyon sokféle fenol van. Egy csomó sörtípusnál egyébként, hogy ez hangsúlyos, akkor az ízhibának számít, tehát rossz sört mondunk rá. A búza esetében mind a kettő kell, viszont kis mennyiségben. Ha éreztek a búzasörben banános, szegfűszeges karakter, már pedig nagyon sok búzával lehet ezeket érezni, azok nincsenek benne konkrétan ezek a fűszerek, meg ez a gyümölcs, hanem az élesztőnek a mellékterméke, és hát ez a búzánál egy elengedhetetlen stílus jegy. Szerintem a sörbe kell keresni, az egyrésztről a gyümölcs dominancia, nyilvánvalóan másrésztről pedig ez a kis búzás háttér. A búza pedig jellemzően nagyon könnyed, frissítő, akkor is, hogyha magas alkoholtartalom búzáról van szó. Nagyon gyakran teszünk nem búzasörökbe is búzamalátát, azért már a sörnek egy kis könnyedséget, illetve egy ilyen nagyon szép, teljes szájezetet, valamint vastag habot, ami most itt nem annyira látszik ezeken a sörökön, de ha jól csapolja az ember a búzát, akkor vastag paplan a tetején, az szintén egy ilyen stílusjel. Hogyan kóstolunk sört? Röviden elmondom, ezt már sokan hallottátok. Egyrészt az illatok, nagyon fontosak. Nekem mindig figyeljetek oda. Illatokról beszélünk, aromákról beszélünk általában, amikor valamiféle ételről vagy italról diskurálunk. Elég belegondolni abba, hogy mondjuk citrom íz nem létezik, dinnye íz nem létezik, eper íz nem létezik.
Savanyú van, édes, keserű, sós, umami, féliz, ezek léteznek, de citrom is nincsen. Citrom aroma, citrom illat van. Úgyhogy általában erre gondolom, amikor beszélünk arról, hogy miért finom egy étel vagy egy ital. Úgyhogy ezeket mindenképpen rögzítsétek, egy célszerű szagolgatni a sört, egyébként az ételt is sok esetben. Ugye ezért van az, hogyha valaki nagyon megfázik, ledugul az orral, akkor nem érez olyan jól ízeket, ízeket remekülének falba, és egyébként illatokat nem érez az illető. Amire akkor tudok még figyelni az az, hogy vegyetek a szátokba egy kis kortyot először, gyorsan nyeljétek is le, ezzel ki lehet pucolni a nyelveteken maradék kis molekulákat. Ezt kövesse egy nagyobb korty, célszerű az a szátokban szétteríteni, megforgatni, aztán lenyelni, türelmesen várni, mert rengeteg aroma anyag pár másodperccel később jön majd elő, és ezeket akkor tudom megvárni, akartok egy teljes ízképet majd a kóstolásnál. Illetve fontos dolog még hagyni a sört egy kicsikét, hogy a pohárban kinyíljon, magyarul a kicsikét dekantálni, ilyenkor felszabadul egy benne rengeteg illatlanak. Csomószor egyébként az, hogyha az ember valami extrém sört kóstol, kint hagyja az asztalon, egy pár percre, és utána wow, ez egy másik sörre élménye van az illetőnek, az azért van, mert szépen kinyílik a sör. Tehát nem érdemes kóstolgatni ezeket. A first főzéről még annyit mondanék kell, hogy elég modern üzemről van szó, most 2-3 éves, és talán ők a egyik legnagyobb kis sörfőzde, ugye ez a nagy kicsi elég furcsa eltérés. Itthon van 4 nagy sörfőzde, amik bőségesen lehagyják a következő negyedik főzdét, ami talán most a First lehetne, vagy a Hybris éppenséggel, nem tudom pontosan megmondani, lehet, hogy van egy szakadék, de a kicsik közül a First egyik legnagyobb. Hát egyre jobb söröket főznek, akkor indultak, akkor volt bennük egy kis bizalmi válság irányunkból, mert ott nagyon gyakran nem csaklottak a sörök, de leigazoltak egy remek sörfőzőmestert most már 2 éve nagyjából. Horizontból igazolt át a sört, azóta pedig nagyon letisztató söröket főznek, és bátran tudom mondani, hogy érdemes inni őket. A gyümölcsös sörről még ejtenék egy pár szót. Ugye nem sem az volt, hogy a gyümölcsös sör, ez egy ilyen női ital, és az a tisztelek nem szeretik a sörnek, az ízét. Ezt sok szempontból tudnám most már vitatni. Ezt gondoltam én is ezelőtt 5 évvel a gyümölcsös sörökről. A gyümölcs az a történelem során rengetegszer került bele a sörbe. Az, hogy a sör az nálunk egy ilyen keserű, édes, egyensúlyán lavírozó történet, viszonylag új dolog. Ezek a kumlóközpontú keserű sörök, ezek az elmúlt 3-400 évnek a megoldásai, sör pedig már 13.000 éve főzünk. Szóval viszonylag kis részét érintik ezek a modern sörök ennek az egész történetnek, és mindenfélét kevertek a sörbe. Ma komló a fő fűszer, néha koriander, narancsély és társai, de komlóról beszélünk általában. Történelem során tényleg minden volt már a sörbe, gyógynövények, fűszerek, vegyesen. A Egyiptomban már rájöttek különben 7000 évvel ezelőtt, hogy a komló a sört tartósítja. Ugye elkezdték rendszeresen használni már, és mai napig egyébként a komló az egy remek megoldása, hogy a sörünk minél frissebb, minél tartósabb, minél hosszabb ideig. De ott egy fűszer volt a sok közül, amit beletettek. Minden sörfőző versenyre volt a saját kis fűszer csokra, ami fűszerezte a sörét, és tényleg ebben minden volt benne, amit meg tudtok képzelni. Ezek mellett persze egyébként gyümölcs, méz, rengeteg szín előfordult még. Egy igazán jó gyümölcsös sörre az a jellemző, hogy egyrésztről kissé fanyar, ugye gyümölcsök általában fanyarak, kismértékben édesek, másrésztről pedig nem van ellenpélda persze mindig, de nem uralkodik el teljes mértékben a sörön, a sörnek a sörössége az megmarad mellette. És meglepően sok férfi ember fogyaszt gyümölcsös sört. Egyébként nem titokban otthon, amikor nem látja senki, hanem nyilvános helyen is. A gender-specifikus hozzáállás, hogy az édes söröket ők iszák, a száraz keserüket pedig a férfiak, ez kezd teljes mértékben eltűnni, hál' Istennek. Abszolút támogatom is. Az igazán jó gyümölcsös sörök, azok pedig mindenki számára ott megállják a helyüket. Ezeket gondolom, hogy egy fanyar karakter jellemzi elsősorban. Ennél a sörnél gyümölcsű ütvényt használtak, de nagyon gyakran gyümölcsűjével dolgoznak a sörfőzdék, vagy pedig magával a gyümölcs hússal együtt kerül bele a dolog a rendszerbe. Ezt pedig erjesztésnél adják hozzá a sörről. Megfőzik az alapsört, ami esetünk ugye egy belga búzasör volt. Ezt pedig, mikor bekerül az erjesztő tartályba, és már valamennyire megerjedt,
akkor kerül hozzá a gyümölcs, haza pedig tovább terjed a sör. A gyümölcsben lévő cukrok, azok teljes mértékben eltűnnek, így marad meg a fanyar jelleg. Ez a hagyományos eljárás, és mostanában az elmúlt 10-20 évben jött elő az, hogy nem hagyják a sörfőzdék azt, hogy a gyümölcs cukorból alkohol legyen, szeretnék ezt megőrizni. Ennek van rengeteg módja, a legszofisztikáltabb ennek az a tartósítószer hozzáadása. Na most, mikor a sörnél az ember ezt a tartósítószer ezt halljátok, akkor megértek, mert ez egy ilyen gonosz, aljas dolog. Ez is hozzáállás kérdése. Jól használva a modern technológiai vívmányok szerintem hozzáadnak a sörhöz. Korábban azt mondtuk volna, hogy palackozógéppel készülnek mondjuk ezelőtt még 100 évvel, akkor mindenki dobott volna egy hátast, hogy ezzel pedig valamiféle eretnekség. Azt gondolom, hogy nem károsanyag van benne, és a sörhöz hozzá tud tenni ez, és nem egyfajta ilyen öncélú gerbital készül belőle, akkor ez egy igenis egy fontos és jó dolog lehet. Erről az új hullámos sörfőzés lehet, hogy ez elterjed. Szerintem nem egy rossz dolog, meg kell vele barátkozni. Erre beszélek már még bőven a következő sörnél. Most pedig átadom a szót. Később ezt gondolod.